Garázdaság miatt felfüggesztett börtönbüntetést kapott az a két iráni diák, akik az első magyarországi COVID-fertőzött kontaktjai voltak, és amikor megtudták, hogy járványügyi zárlat alá kerülnek, törtek, zúztak a számukra kijelölt karantén helyszínén a Szent László kórházban. Fenyegették az ápolókat és rugdosták az ajtókat, végül rendőrök fékezték meg őket. Az egyik iráni diák azóta is Budapesten él, társam időközben elhagyta Magyarországot. A kerületi ügyészség indítványával egyezően a bíróság tárgyalás mellőzésével mindkét külföldi férfival szemben öt hónap fokházbüntetés szabott ki, amelynek a végrehajtását egy év próbaidőre felfüggesztette.